Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Jelentősen bővült a NAV megyei igazgatóságának bevétele a tavalyi évben. Erről és az idei év kihívásairól is szó lesz a mai adásban. Nézzük azonban előtte a teljes kínálatot. Megyei közgyűlés. Vasúti fejlesztésekről és gyermekvédelemről is szó volt pénteken. Adóügyi változások, szükséges volt a Kata adó nem szigorítása. Nem halálos ítélet, Merák elleni sétát szervezett a Józsa András Oktatókórház. A tervezett vasúti fejlesztésekről és a gyermekvédelmet érintő változásokról is szó volt a megyei közgyűlés pénteki ülésén. A képviselők elfogadták újabb 5 Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás költségnövekmény igényét, a közgyűlés elnöke pedig a megyeháza felújításáról is szót ejtett. Szeszták Oszkár azt mondta, nincs akadálya annak, hogy a tetőfelújítás után jövőre az energetikai fejlesztés is megvalósuljon. Tájékoztatókkal vette kezdetét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés pénteki ülése. Egyike volt ezeknek a MÁV pályalétesítmény fejlesztési osztály vezetőjének előadása. Nagy Attila a tervezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztésekről tájékoztatta a képviselőket. A MÁV ZRT által gondozott projektek közül elsőként kiemelném az Áhony körzetében tervezett pályafelújítási munkákat. A tájékoztatóban leírtuk, de röviden összefoglalnám. A Záhony széles, Záhony rendező, fényes ritka déli rendező, valamint eperjeske rendező állomásokon tervezünk pályafelújítást végezni. Normál nyomtáv vasútvonalon mintegy 18 km hosszon, széles nyomtávolságú vonalon 2,5 km hosszúságban. Természetesen a vágány felújításakkal együtt jár a kitérők cserék is, mintegy 11 csoport kitérőt építünk át. Ehhez kapcsolódik természetesen a biztosító berendezésének a lekövetése, annak a felújítása, illetve térvilágítási feladatokat is ellátunk, illetve ahol szükséges, ezeket is fejlesztjük. Adorján Béla a témával kapcsolatban elmondta, a vasúti átkelők fejlesztésére is nagy hangsúlyt kellene fektetni. A Jobbik Momentum képviselője hozzátette, az áruforgalmat is nagyobb százalékban kellene a vasúton bonyolítani. Olyan állapotban a megye vasúti közlekedése, akár áruforgalmazás, vagy akár személyszállítás kérdésében, hogy már nem csak ez vérzik több sebből, hanem már tulajdonképpen veszélyezteti a közúti közlekedést is. Erre konkrét kérdést is feltettem például, hogy a metszéspontoknál, amikor a közúti közlekedés és a vasúthálózatok keresztezik egymást, miért nem tudják rendbe tenni elviselhető módon a csomópontokat, hogy ott a személygépkocsival közlekedők azok ne menjenek tönkre, akár ők, vagy akár a járműveik. Tehát nagyon sok probléma küzd a vasúti közlekedés. Nekem régi nagy szívfájdalmam egyébként, hogy az árufuvarozás az gyakorlatilag a nullához tendál belföldi viszonylatba, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és kamionok lepik el az útjainkat. Hasújó Szabolcs a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságot érintő változásokról és az intézmény menekültellátás segítő feladatairól tájékoztatta a közgyűlést. 2012. január 1-től ugye a megyei önkormányzat szociális és gyermekvédelmi intézmény rendszer átkerült állami fenntartásba, és 13. március 31-től létrejött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, és mint jogutód átvette ezeket az intézményeket. Ugye eltelt egy évtized, van mire visszanézni, számos változás történt, és mi próbáltunk központi hivatalként ezeknek a változásnak megfelelni. Elmondható, hogy a kirendeltségünk szolgáltatási struktúrája az elmúlt két esztendőben jelentősen megváltozott, lévén érintettek voltunk az egyházi átadásokkal, több férőhely kiváltási programban vettünk részt, nagy szerepet vállaltunk a COVID elleni védőeszköz osztásban, COVID elleni járványi védőeszköz osztásban, illetve a menekültügyben helytállunk a mai napig. 3 férőhelyen jelenleg Mérken, Fülpösdarócon és Kislétán vannak menekültek elhelyezve. El kell mondanunk, hogy intézményrendszerünkön belül kaptak már nem használt ingatlanokat a menekültek. Ezeket olyan állapotba hoztuk, hogy természetesen a teljes körülletes magas színvonalon történjen meg. Nem gondoltuk akkor, hogy ekkora feladatot kapunk, ugyanis nem csak 3-szor napi étkezést biztosítunk, hanem teljes körű ellátást. Elmondható, hogy a menekültek nagy része időskorú, demenciával él, fogyatékkal gyermekeket kaptunk,
Volt olyan, aki háborús sérüléseket szenvedő, végtagot elvesztő embereket kaptunk, kerekesszékkel élő embereket kaptunk. Tehát fel kellett készülnünk azokra a úgymond akadálymentesítésekre is, ami eddig nem történt meg. A lelki gondozásra is el kell mondanunk, hogy az alapfeladaton túl vállalunk ilyeneket, és volt, hogy komplett szociális intézményrendszert vettünk át. Olyan napi feladatokat kapunk ezzel, tehát heti szinten jönnek még mai napig a jelzések, és most jelenleg is 300 férően legalább 105 fő menekült ellátott van nálunk. A megyei közgyűlés elnöke szót ejtett a megyeháza felújításáról. Szeszták Oszkár elmondta, jól halad az épület tetőszerkezetének cseréje, és várhatóan jövőre az energetikai fejlesztés is megvalósulhat. A felújítási munkálatok, mint ahogy talán erre járók is látják, győzelőkben jó időt is kihasználva folynak. Több mint, vagy majdnem 500 millió forintos állami beruházás uniós forrás nélkül valósul meg most a megyeháza tetőzeténél. Ugye ez egy több mint 120 éves műemléképület. Alaptörvényben rögzített kötelességünk, hogy jó gazdái legyünk ennek az épületnek. A kormányhivatal sikeresen szerzette az állami forrásokat. Mi társbérletben vagyunk a kormányhivatallal, élvezői vagyunk ennek a beruházásnak, és hát reméljük, hogy jövőre az energetikai felújítását is meg tudjuk kezdeni a háznak. Erre több mint 750 millió forintos pályázati forrást jeltünk. A pályázatot még a mostani energiaválság előtt adtuk be, de a mostani energiaválságban pedig különösképpen indokolt ennek a háznak az energetikai megújítása, hogy olcsóbban tudjuk működtetni ezt a patinás épületet. Úgyhogy remélhetőleg jövőre ennek a felújítása is megtörténik, az energetikai felújítás. Ez egy komoly logisztikai hívás lesz a megyeházának, a megyei önkormányzatnak, a kormányhivatalnak is, hogy olyan tudjuk a belső felújításokat úgy megoldani, hogy a hivatalok működni tudjanak. A képviselők elfogadták újabb 5 topos beruházás költségnövekményigényét. Ezúttal a Tiszalöki Ipari Park fejlesztéséhez, a Tarpai Bölcsőde és a Nyírgelsei kerékpárút építéséhez, Nyírderzs önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítéséhez, illetve a Rétköz turisztikai fejlesztéséhez kell többletforrást biztosítani. Szinte minden közülésünkön van ilyen előterjesztés, hogy az uniós projektek be tudjanak fejeződni, ugye az említett vagy ismert energia növekmények, illetve építőanyagár növekmények miatt szükséges néhány millió forintot hozzátenni, akár néhány 10 millió forintot is hozzátenni egy-egy beruházáshoz, hogy be tudjon fejeződni. Ehhez jár hozzá a közgyűlésekkel, a döntésekkel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés a tervek szerint legközelebb november végén ülésezik újra. Részben csatlakozunk a megyei önkormányzat legutóbbi üléséhez, amelyen a Nemzeti Adó és Vámhivatal tavalyi évéről és az idei adóügyi változásokról hallgathattak meg beszámolót a képviselők. Vendégünk a témában a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó és vámigazgatóságának igazgatója, Kazsuk Attila. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a költségtelező nézőit! Kezdjük akkor a 21-es évvel, ami sok szempontból érdekes volt a koronavírus kapcsán is, mégis emelkedett a bevétel. Nekem ez egy picit a koronavírussal párhuzamba állítva érdekes jelenség. Minek köszönhető ez? Mennyi az egyáltalán az emelkedés, és minek köszönhető ez? Igen, ahogy a közgyűlési képviselők előtt is elmondtam, innen 2022-ből visszatekintve 2021-re, talán azt tudjuk mondani szó szerint, hogy egy nyugodt béke év volt, hiszen jöttünk 2020-ból egy nagyon súlyos Covid járványból, és tartottunk 2022-be. Most már tudjuk, hogy ez még nehezebb évnek bizonyul, mint a 2021-es, sok aspektusban, mint a 2020-as is, hiszen jött egy háború, illetve jött egy energiaválság, egy elszabaduló infláció, és itt azt kell mondanom, hogy talán nincs még egy olyan közigazgatási szerv, amelyiknek az élete olyan szinten összefonódik a gazdasági és társadalmi folyamatokkal, mint a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hiszen egy prosperáló gazdaságban nyilván mindenki sokkal könnyebben fizeti meg az adóját, míg hogyha válság van, akkor bizony az emberek elsősorban a megélhetésre, illetve a cégük fenntartására, vagy vállalkozásuk fenntartására koncentrálnak. Így van. És 2021 ilyen szempontból
a 2020-hoz képest a Covid pici csillapodásával egy kis megkönnyebbülést hozott az életünkbe, picit rendeződtek a viszonyok, és ez a gazdaságban is rögtön éreztette a hatását. Ennek köszönhetően a megyében is 14%-kal növekedtek az adóbevételek, hiszen a Covid által gerjesztett válság az nem egy hosszú távú, egy stratégiai jelentőségű vagy jellegű válság volt, ezt mindannyian tudtuk, ahogy a járvány csillapodott, helyreálltak a gazdasági folyamatok, és ez rögtön a gazdaságon és az adóbevételeken is éreztette a hatását. Tudjuk ezt összehasonlítani mondjuk egy 2019-es bázis évnek tekinthető számmal? 2019-ről 20-ra is volt azért egy minimális dinamika, de a 20-ról a 274 milliárdról 21-re a 311 milliárd forint, ez már tényleg azt lehet mondani, hogy egy kilövő gazdasági és adóbevételi teljesítmény volt. Sokszor halljuk, és remélhetőleg sokan tapasztaljuk is, hogy az adóhatóság az utóbbi években erősíti azt a bizonyos támogató jelleget, ami nem azonnal bírságolásra és ellenőrzésre törekszik, hanem inkább a szabálykövetésre próbálja ösztönözni az adózókat. Miben nyilvánult ez meg 2021-ben, vagy akár 2020-ban? Igen, két nagyon határozott törekvésünk van, amivel támogatni próbáljuk a magyar vállalkozásokat. Az egyik a digitalizáció, ami másik oldalról, ugye az adóbürokrációnak a csökkentésével jár kéz a kézben, illetve az ön által is említett támogató típusú fellépés, támogató jellegű adóhivatalnak a képének a formálása, alakítása. Ez régóta jelen van az adóhivatalnak az életében, hiszen az ügyféltájékoztatáson keresztül, az egyes adóügyek ügyfélszolgálati körben történő intézésen keresztül mindig is szolgáltattunk. Ami új törekvésünk az az, hogy az ellenőrzéseinkben is legyen tetten érhető ez a fajta szemlélet, és ehhez egy differenciált eljárás, ami alapjául szolgál. Az adóhatóságnál az ellenőrzéseket mindig kockázatelemzés előzi meg. Óriási az adatvagyonunk, több százmillió adat érkezik be hozzánk évről évre, és ezeknek az adatoknak a digitalizált formáit nagyon jól tudjuk algoritmusok útján szűrni, és bizony kiválasztani azokat az anomáliákat, azokat az adózókat, akikhez hozzá kell szólnunk. Ez már önmagában azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív dolog, és csökkenti a vállalkozások adóterhét, hiszen nem kell ellenőrzéseken feleslegesen részt venniük. Tényleg csak oda érkeznek meg a revizoraink, ahol az adatok alapján már konkrétan meghatározott kockázatok ismeretében kell elmenniük. De még itt is differenciáltan járunk el. Képesek vagyunk arra, hogy megkülönböztessük ma már azokat az adózókat, akik valamilyen apróbb hibát vétenek, akik látjuk, hogy nem jól értelmezik a jogszabályokat, akik adott esetben hibásan töltik ki a bevallásaikat, és látjuk azokat az adózókat, akik pedig szándékoltan követnek el mulasztásokat, akiknek nyilvánvaló lenne, hogy adófizetési kötelezettségük van. És ezt a két tényezőt rögtön össze is kapcsolom, hiszen ezt a digitalizációt tette lehetővé, ezt a differenciált eljárást. Amikor ugyanis beérkeznek az adatok, mondjuk egy példával szemléltetve, az online pénztárgépből, akkor azonnal látjuk azt, hogy ezt az adózó a bevallásaiban szerepelteti-e. Amikor beérkezik egy online számlaadat, és mondjuk valamelyik adózó levonásba helyezi az áfáját ennek, akkor azonnal meg tudjuk nézni, hogy a kibocsátó számlaadat vajon szintén bevallotta-e a bevallásaiban, és szintén szerepelteti a nyilvántartásaiban ezt az online számlát. Tehát ezek az anomáliák azonnal láthatóvá válnak, és el tudjuk dönteni, hogy az adózót adott esetben egy támogató típusú ellenőrzéssel, támogató eljárással keressük meg, hívjuk fel a figyelmét arra, hogy itt van egy mulasztás, amelyet helyre kellene tenni, vagy pedig ellenőrzés útján egy kicsit szigorúbban, egy kicsit nagyobb hangsúllyal érzékeltessük azt, hogy látjuk, hogy mi történik, és ezt mi mindenféleképpen orvosolni fogjuk. Példaként említeném az elmúlt évben az online pénztárgépek körében folytatott támogató levél kampányunkat, ahol több mint 800 adózót kerestünk meg, felhívva a figyelmüket arra, hogy bizony az online pénztárgépek tekintetében valamilyen anomáliát érzékelünk. Nagyon pozitív a fogadtatás egyébként az adózók részéről ezeknek a kezdeményezéseinknek, hiszen jelen esetben is 70%-a megszólított ügyfeleinknek
önként eleget tett, és kijavította az általunk látott hibát, sőt azt is visszaigazolták számunkra, hogy jól látjuk az adatbázisainkban, és tényleg valós hiányosságokról van szó, és pusztán a 30%-ához kellett ezeknek az adózóknak, adott esetben a revizorainknak is kilátogatni, de még itt is először egy támogató típusú ellenőrzéssel jelentünk meg, és még ott is adtunk lehetőséget arra, hogy velünk nyilván már együttműködve az adóellenőrök figyelő személyével övezve, de önként kijavítsák a hibákat. Számszerűen vagy arányaiban mennyivel mérséklődött a személyes ellenőrzések száma akár 2021-ben, és ebben nyilván a koronavírus is bejátszott egy kicsit? Igen, a 2021-ben nyilván mi is kénytelenek voltunk, főleg azokat az ellenőrzéseket mérsékelni, amelyek személyes találkozásokkal jártak együtt, de nem is volt erre, én azt gondolom, hogy olyan nagy adószakmai igény, hiszen azért a vállalkozások jelentős része is kénytelen volt korlátozni a tevékenységét. Emlékezzünk vissza arra, hogy bizony az éttermek, a kocsmák, a vendéglátóipari egységek, vagy a fürdők, strandok nagy része sajnos zárva maradt 2021-ben. Ennek következtében pedig nyilván nem volt hova menni a revizoroknak ellenőrizni, de ez nem azt jelenti, hogy munkanélkül maradtak, hiszen ahogy az előbb is elmondtam, nagyon-nagyon sok adatunk van a nyilvántartásainkban a különböző gazdasági folyamatokból, és tudtak olyan ellenőrzéseket végezni, hogy ez nem kellett feltétlenül a helyszínen megjelenni. A koronavírusra tekintettel milyen segítséget tudott nyújtani a NAV akár a befizetések kapcsán, az adófizetések kapcsán? Igen, azt gondolom, hogy nagyon helyén való a kérdés, hiszen ahogy az előbb már említettem, ez bizony nagyon nehéz időszak volt a vállalkozásoknak. Az adóhatóság erre azt gondolom nagyon-nagyon rugalmasan reagált, ehhez minden segítséget megkaptunk a jogalkotótól is, hiszen több olyan törvény, illetve kormányrendelet is megjelent, amely eleve fizetési könnyítést biztosított az adózóinknak, automata részletfizetéseket vezetett be a jogalkotó ebben az időszakban, de ezen kívül is minden más esetben kiemelt figyelemmel voltunk arra, hogy az adott vállalkozásnak a koronavírusból kifolyólag bekövetkezette valamilyen forgalomcsökkenése, ellehetetlenült esetleg a gazdasági tevékenysége, és ott minden esetben adtunk lehetőséget a tartozásoknak az átütemezésére, vagy a részletekben történő megfizetésére. Azzal kezdte a beszélgetést, hogy ez a 2022-es év ez még nehezebb és bonyolultabb lett, mint ahogy a koronavírus idején gondoltuk, hogy annál nehezebb az már nem nagyon lehet. Nagyon sok változást hozott már ez az idei év. Részben a háború, részben a kataváltozás. Mi az, amit erről dióhéjban el tudunk mondani? Igen, ugye a 2022-es évünk is eléggé eseménydús. Egyrészt sajnos a szomszédunkban kialakult egy háborús helyzet, és mivel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei Adó- és Vámigazgatósága az ukrán-magyar határon is ellát feladatokat, hiszen mi ellenőrizzük a különböző tiltó és korlátozó rendelkezéseknek az érvényre juttatását az utas forgalomban, illetve a tehérforgalomban, ezért bizony nagyon sok változás hozott az életünkbe. Emberpróbáló is volt ez, hiszen a változások egy része abból fakadt, hogy sajnálatosan megváltozott az utasoknak az összetétele. Azt gondolom, nagyon sokan látták, és talán Kölcsei TV is tudósított róla, hogy bizony menekült áradattal szembesültünk az idei év első felében, és hát bizony ezeknek a menekülteknek az úti podgyásza teljesen más holmikat tartalmazott, mint a turistáknak. És hát ezeket a tiltó és korlátozó rendelkezéseket is azt gondolom, hogy picit humánusabban kellett alkalmazni, amihez természetesen megkaptuk a segítséget, nem csak a jogalkotótól, hanem egyébként az Európai Unió vámjogi szerveitől is. És nyilván abban is mindenki érdekelt volt, hogy a lehető legempatikusabban, leghumánusabban, leggyorsabban léptessük át ezeket az utasokat a határon. Ebben egyébként én szeretnék említést tenni arról is, hogy itt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kollektívája is példásan vizsgázott, hiszen 3 nap alatt a kollégáim több mint 13 millió forintot gyűjtöttek össze ezeknek a menekülteknek a megsegítésére, amiből a hivatal dolgozói élelmiszereket, vizet, a gyerekeknek különböző játékokat, vagy éppen a határkirendeltségen játszósarkot alakítottak ki, ezzel is megkönnyítve a határátlépésnek a folyamatát. Másik oldalról a teherforgalomban is döntően megváltoztak a
forgalomnak a irányai, szerkezete. Mikor abban ahhoz voltunk, így, hogy Szabolcs megyébe szokva, hogy üzemanyag érkezik Ukrajnából Magyarországra, hát most bizony Magyarországról kellett kiléptetnünk nagy mennyiségben üzemanyagot Ukrajnába, vagy éppen említhetném a gabona behozatalt, aminek most jelentős része közúton és vasúton bonyolódik, hiszen a háborús helyzet miatt a korábbi kivezető utak, tengeri kikötők Ukrajnából lezárultak, és ez bizony komoly kihívások elé állította a kollégáimat, meg kellett erősítenünk a szolgálatot, szinte napi szinten kapcsolatban vagyunk az ukrán oldallal, az ukrán vámszervekkel, és igyekszünk a lehető leggördülékenyebben biztosítani ezeknek a termékeknek a ki- és beléptetését. És a gabona az azért is különösen jelentős, hiszen Magyarországon 2022-ben egy aszályos év volt, a gabona termésünk az sajnos ezt megsínylette. Ukrajnában pedig jelentős készletek vannak, amelyeket most a magyar fogyasztóknak, én azt gondolom, hogy valószínűleg jó áron be lehet hozni az országba, és hát a Nemzeti Adésvámhivatal minden feltételt igyekszik ehhez biztosítani. Hát úgy látszik, hogy a 2022-es leendő beszámoló is sok érdekességet fog tartalmazni. Az időnk sajnos lejár, de azt gondolom, a Kata egy külön beszélgetést is megérdemelne majd. Kazsuk Attila, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt ma este a stúdióban. Nagyon szívesen. A tüdő és a vastagbél után a harmadik leggyakoribb rák típus a mellrák. Halálozásban ugyancsak a hetedik, ami azt jelenti, hogy ez az egyik legjobban kezelhető daganat. Megyénkben évente közel 200 nőnél diagnosztizálják a betegséget. A betegségre az előző héten sétával hívta fel a figyelmet a Józsa András Oktatókórház. Az eseményen elhangzott, a mellrák nem egyenlő a halálos ítélettel, a gyógyulási arány ugyanis jelenleg csak nem 90%. Felkerült a rózsaszín szalagasára, és rózsaszín lufikat is osztogattak a nyíregyházi kórház bejáratánál. Ez a szín ugyanis a nőiesség szimbólumaként a mellrák jelképe lett. Az Egészségügyi Világszervezet 1985-ben nyilvánította október 1-jét a mellrák elleni küzdelem világnapjává. Hazánkban 2002-ben szerveztek először rózsaszín sétát Budapesten, 4 éve pedig Nyíregyháza is csatlakozott a programhoz. Ennek célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét a betegségre és a megelőzés fontosságára. Megyénkben évente körülbelül 150 új beteg kerül diagnosztizálásra. Országos szinten ez 6-8 ezer beteget jelent évente. Sajnos még 1500-2000 közötti nőt elveszítünk ebben a betegségben most is. És azért is fontos ez a séta, ez a mozgalom, ez a program, mert azzal a jó hírrel tudok szolgálni, hogy a betegség ma 80-85%-ában gyógyítható. Ha a betegséget időben felismerjük, az eszközök intézményünkben is, a gépek, műszerek, gyógyszerek rendelkezésre állnak, amely a gyógyítást segítik elő, és így nagy rész ma már a gyógyulás útján egy krónikus betegséggé alakul az egész, hiszen 80-85%-ban gyógyulnak a hölgyek ebből a betegségből. Ehhez ma már nagyon fejlett orvostechnikai eszközök állnak rendelkezésre. Amikor én kezdtem a pályámat, akkor a patológiai diagnózis egy ilyen kis fecni volt, amire azóta rájövő, hogy CC intraductál infiltrans mammi, ma már 3 oldal. És ennek a 3 oldalnak óriási jelentősége van, mert ahogy nincs 2 egyforma ember, nincs 2 egyforma daganat. És nekem nem általában a daganatot kell kezelnem meg, hanem ezt a daganatot. Tehát ez is iszonyatosan mértékben fejlődött, és hála Istennek itt is rendelkezésre áll. Tehát tudjuk követni a legmodernebb trendeket. A tüdő és a vastagbél után a harmadik leggyakoribb rák típus a mellrák. Bár előfordulását tekintve dobogós, a halálozási arányt nézve csak a 7. A gyógyulás szempontjából kiemelten fontos, hogy időben, első-második stádiumban felismerjék az érintettek. Az önvizsgálatot nem minden nap kell végezni, hanem azért rendszerességgel. Először is meg kell tanulni, hogy kinek milyen a melle, milyen a mellének a szerkezete, normális esetben milyen a tapintás, tehát egyik kezünkkel a másik mellett vizsgáljuk, tehát a jobb kezemmel a balt és a balkaromat felteszem. Ez a legjobb mód, ha állva vizsgáljuk magunkat, vagy ha fekve akkor is. És végig tapogatjuk
a mellett, először felületesen, utána mélyebben, és megnézzük, hogy a bimbó körül is rendben van-e minden, vagy váladékozás van-e, és a hónaljat is meg kell tapintani, tehát abban a régióban is lehet kóros eltérés. És ezt legjobb a fiataloknál menzesz után egy héttel vizsgálni. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki menzesz előtt hirtelen tapint valamit, fáj is, duzzadt is, tapintja is, nem kell pánikba esni, hanem ki kell várni, hogy ez a hormonális folyamat lezajlik, és utána egy héttel kell megvizsgálni a mellét, hogy visszaállt-e a szokásos struktúra vagy tapintás, ha nem, akkor lehet gondolkozni azon, hogy ez kóros lehet. Az emlőrák kimutatására világszerte a legjobb módszer a röntgen sugárral készített, speciális géppel, felszereléssel, berendezéssel készített mammográfiás felvétel. Tehát a 40-től mondjuk, vagy a szült nőknél már ez a legjobb vizsgáló módszer a rák kimutatásra. Jól kiegészíti természetesen az ultrahangvizsgálat, főleg a fiataloknál, akiknek a mirigyállománya elfedhet bizonyos elváltozásokat. Úgy a komplex vizsgálat az fizikális vizsgálatból, mammográfiából és ultrahangvizsgálatból áll. Ezt nevezzük komplex emlővizsgálatnak, és ha szükség van további más eszközzel végzett vizsgálatra, például MR-re, vagy mintavételre, az ezt követi. Na most a fiataloknál, 20 éveseknél, vagy hát 10 évesek is jönnek problémával, nem végzünk mammográfiát, hanem csak ultrahangvizsgálatot. Ugye 30 év alatt azért ritka az emlődaganat. És egyrészt ezért, másrészt, hogy a fiatalokat ugye a sugárterhelésnek se tegyük ki, másrészt olyan mirigyes tömött mell van általában a fiataloknál, hogy nem volna teljes értékű a mammográfia. Tehát a fiataloknál mondjuk 36 év alatt az ultrahang az első vizsgálat, és 36 fölött már a mammográfiát minden esetben elvégezzük, még implantátum esetén is előírja a protokoll a mammográfia elvégzését 36 év fölött. Mi a diagnosztikával foglalkozunk, tehát egy folyadékos képletet, ha nagyon panaszt okoz, le lehet szívni egy tűvel a tartalmát, és elküldeni a patológiára, vizsgálatra. Ugye lehet ez tájog is, vagy valamilyen más folyadékos képlet. Veszünk sejtvizsgálatot is kenetre, veszünk szövettant is egyre gyakrabban a tumorgyanús esetekből, vagy tumoros esetekből. Már szövettant veszünk egy speciális eszközzel, és azt is a patológia dolgozza fel. Tehát nálunk az emlőcentrumban a pontos, részletes diagnosztikáig visszük el a beteget, tehát a betegsége teljes diagnosztikájáig, ebbe bele dolgozik a patológia. Ha valakinek megvan a diagnózis, a patológiai, radiológiai diagnózis, akkor emlőbizottság van. Tehát onkológiai emlőtím működik ott az emlőcentrumban. Oda hívjuk egy hét, egy napján azokat a betegeket, akiket úgy gondoljuk, tehát diagnosztizáltuk a tumorát, vagy olyan jóindulatú elváltozását, amit mi a patológiával együtt úgy gondoljuk, hogy műtétre való. És akkor egy bizottság, amiben van radiológus, patológus, sebész, onkológus, dönt a betegség kezelésének a következő lépéséről. A magyarországi célzott figyelemfelhívó kampány indulása után az ingyenes népegészségügyi szűrésben résztvevők aránya közel 80% volt. Ma ez az arány alig éri el a 30%-ot, pedig az időben felismerés valóban életet menthet. Most leszek 14 éves október 20-án,
ezt büszkén vállalom, hogy ez a második születésnapom. Hogy mit éreztem? Összedőlt a világ. Hirtelen nem tudja az ember, hogy mit is tegyen. Én rögtön rohantam a sebészorvosomhoz, hogy segítsen rajtam, és minél hamarabb legyek túl, mert én valahogy ezt úgy éreztem, hogy ez egy nagyon nagy feladat, egy borzasztó nagy valami, de túl kell rajta lenni, és valahogy menjen tovább az élet, ne okozzak fájdalmat a családomnak, hogy itt hagyom őket, az unokámnak, aki akkor volt 8 éves, hanem hogy végig kell csinálni, és hálásan köszönöm mindenkinek, az onkológián, a mezei főorvosnő volt az orvosom, de mindenkinek, aki segített, a onkopszichológusoknak, akikre nagyon büszkék lehetünk, mert más megyében nincsenek, Nyíregyházán viszont vannak, úgy tudom már 4-en is. Szóval együttesen, és ahogy főorvosnő is mondta, hogy a diagnózis megállapítása, meg a műtét az egy dolog, meg a gyógyítás, de a betegnek kell tudni. Illetve ezt most már úgy mondjuk, hogy nem is betegek, hanem érintettek vagyunk. És kerestük a sorstársakat, mert együtt könnyebb, és gyakran találkozunk, beszélgetünk, ugye a Rákbetegek Országos Szervezetének vannak klubjai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Én személy szerint attól függetlenül nyíregyházi vagyok, Máté Szakán van egy klubom, mert ott még nem volt, de úgy gondoltam, hogy segítek rajtuk, és megszerveztem ott egy klubot, és nagyon jól vagyunk. Járunk országos rendezvényekre, májusban volt a Daganatos Betegek Művészeti Találkozója már a második Tihanyba, ahol a ország különböző részeiről 430-an voltunk, és tehát mondhatom azt, hogy barátok vannak az ország minden részén, ez nagyon-nagyon erős kapocs, de túl vagyunk rajta, és élünk, mert rák után is van élet. Az emlőrák a 45-65 év közötti nőknél jelentkezik leggyakrabban. A túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, az egészségtelen étrend, a mozgásszegény életmód azonban növelhetik a rossz indulatú betegségekre való hajlamot bármely korosztálynál. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új adással szerdán várjuk Önöket, amikor Újfehértó legújabb fejlesztéseiről Hosszú József, a város polgármestere számol be. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!